Ismét kemény hangon bírálta a szociáldemokrata pártot Klaus Johannis. Az államfő cinikusnak, nevetségesnek és felelőtlennek minősítette az ellenzéki alakulat által benyújtott bizalmatlansági indítványt, amely létszámhiány miatt nem került szavazásra. A Kotrocsénypalotában adott nyilatkozatában az államfő hangsúlyozta, miközben a hatóságok a járványhelyzet kezelésére összpontosítanak, addig a szociáldemokrata párt mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a tevékenységet szabotálja és akadályozza. Klaus Johannis a PSD által kezdeményezett, a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványra utalt, amely, mint fogalmazott, előrelátható és a szociáldemokraták számára siralmas véget ért. Végignéztem, amint hétfőn a nevetségesség határát súroló jelenetekre került sor Románia parlamentjében. Több 10 percen keresztül vártak arra, hogy biztosítani tudják a kvórumot. Más szóval, azok, akik ezt a bizalmatlansági indítványt kezdeményezték, nemhogy nem tudták biztosítani a kvórumot, de saját képviselőiket sem tudták előállítani a teremben. Johannis ugyanakkor megköszönte azoknak a parlamenti pártoknak, amelyek megértették a helyzet súlyosságát és megakadályozták a bizalmatlansági indítvány sikerét. Az államfő kitért a nyugdíjak 14%-os emelésére is, és bírálta a PSD azon szándékát, hogy úgy módosítsa a költségvetés kiigazítást, hogy a nyugdíjpont értéke 40%-kal emelkedjen. Johannis szerint ez mindössze populista, választási kampányakcióval ér fel. A Kotrocsénypalotában tartott sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva az államfő a helyi hatósági választásokról is beszélt. Elmondta, ezeket biztonságos körülmények között fogják megszervezni, az iskolákat pedig alaposan fertőtlenítik a szavazás előtt.